A legkisebbek készülődnek, hogy bemutassák, mit tanultak az elmúlt évben. Az 5. józsefalvi búcsú kulturális programját Molnár Palkó a Kőleves című történet mesélésével nyitotta meg. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény, háborúból hazatérő katona. Ment egyik faluba B, és a másikból ki. Rongyosan szegény, éhesen. De nem kínálták meg sehol. Egy falat kenyérvel, vagy egy kicsi meleg levessel. Az eseményre sokan ellátogattak. A szüleim, édesanyám is, édesapám is bukovinai székely volt. Nem kell szégyenkezni a székely népnek, és szép hagyományai vannak. A rendezvény egyik célja, hogy megemlékezzenek elődeikről, és tovább ápolják a hagyományt. Fontos, hogy visszaemlékezni a bukovinai, főleg a józsefalvi időszakra, ezáltal is emlékezni a régiekre, meg hát, hogy ott ez volt, akkor itt is. Fiatal gyerekek itt ők fognak először táncolni, tehát hogy egy ilyen kulturális műsor lesz, de az idén nem lesz olyan nagy volumenű, mint tavaly, ugye, mert tavaly házavató is volt, hogy most csak egy ilyen szerény körülmények között lesz megtartva, jövőre meg, ha minden igaz, már két lett a padlás, akkor annak akropóján akkor egy nagyobb szabásút, bővebbet. Hálát adunk a Jóistennek, hogy sikerült gyerekeket megszólítani, illetve egész pontosan a szüleiket, és bátran ránk merik bízni a csemetéjüket, akár hetente több alkalommal is, kis táncpróba, kis foglalkozás, kézműveskedés, mesélés, mesehallgatás, éneklés kapcsán. Úgyhogy én bízok benne, hogy ők a jövő, és így nekünk is könnyebb, hogyha látjuk, hogy van értelme annak, amit mi csinálunk. 5. alkalommal vagyunk jelen úgy, mint józsefalvi, bátaszéki józsefalvi búcsú, és talán a Covid sem törte meg, hiszen nem hagytunk ki, ha jól emlékszem, egyet sem. 2 idegenbeli szereplés után a bátaszéki tájházba tartottuk meg ezeket a rendezvényeket, majd utána volt egy alkalom, amikor a Kultúrház udvarán voltunk, de akkor már felavattuk a keresztünket, és akkor már lehetett érezni, hogy egyszer majd idejövünk. A programokra nem csak a székelyeket várták. Fontosnak tartom azt, hogy megpróbáljunk mindenkit megszólítani itt a településen, akinek csak egy kicsi kis érdeklődése is van. Tehát aki pici érdeklődés mutat felénk, azt vonzuk be, hívjuk, és ha szimpatikusak vagyunk, akkor maradjanak. Tehát nem lehet most már genetikailag megmondani, hogy ki székely és ki nem székely, hiszen én magam is csupán 50%-ban vagyok székely. Én azt gondolom, hogy ha fölveszi valaki sváb létére a székely népviseletet, és eltáncolja a táncunkat, és elénekli az énekünket, akkor egy kicsit azzá tud válni. És én azt gondolom, hogy most itt az utóbbi időben vannak a táncosaink. A pici gyerekek között is van, aki az egyik népcsoporthoz is jár táncpróbára, de jár hozzánk is. Ezt én nem tartom bajnak. Ismerje meg az egyiket is, a másikat is, és ha felnőtt lesz, akkor sem kötelező neki választani, mert az utánpótlás csoportunkban is, de nagy idézőjelben felnőtt csoportban is vannak, akik más együttesekben, más csoportokban is táncolnak. Nem hiszem, hogy valahol is kenyeret kell törni, hogy most valaki csak az egyikhez tartozhat. Ahogy Péter tanár úr szokta volt mondani, mindenkinek van egy anyaegyesülete, akihez először belépett. Na itt kell azt mondani, hogy igen, az a fontos, de hogy ha programütközés nincs, akkor az egyén dönti el, hogy igen, részt tud venni és vegyen is részt, hogyha lehetősége van rá. A bátaszéken élő bukovinai székelyek legnagyobb része Józsefalváról származott. Ők a búcsújukat minden évben augusztus 20-án tartották, még Székelyföldön is. Így a hagyományt felelevenítő unokák és dédunokák is igyekeznek
az ehhez a dátumhoz legközelebb eső hétvégére szervezni az eseményt. A tegnapi nappal kezdtük tulajdonképpen ennek az emlék folyamatnak az első állomása tegnap este volt. Akkor Bicskei Évát láttuk vendégül, filmrendező és producer, és az ő alkotását tekintettük meg, ami a Kárpátia zenekarról szól, tulajdonképpen egy dokumentumfilm, Magyarnak születtem címmel. Szép számban voltak jelen az emberek, egy erős másfél órát tudunk együtt tölteni, kérdéseket lehetett a rendezőasszonyhoz föltenni, és azt gondolom, hogy sok minden megerősödött bennünk. Egyrészt az a nemzettudat, ami amúgy is jellemez bennünket, de jó az embernek egy-egy visszacsatolást is hallani, meg egy ilyen megerősítést, hogy igen, nem feltétlenül a határokon belül kell csak gondolkodni, hanem nemzetbe szabad gondolkodni. A szombati kulturális műsort egy közös Szent Mise előzte meg, ahol a bátaszéki székelyek élő és elhunyt hozzátartozóiért imádkoztak.